Szép jó reggelt kívánunk a vasárnapi Turmix minden nézőjének. Jó reggelt, felhőszakadásmentes jó napot, és a műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk. Kérem, senki ne felejts el Vazul nevű ismerőseit névnapi alkalmából felköszönteni, bár én nem tudom, hogy nagy lótás-futás indul-e majd az országban. Én egyetlen Vazulról hallottam, arról a bizonyosról, akinek még Szent István öntetett olmot a fülébe, egy ilyen hatalmi konfliktussá terebélyesedő családi perpatvar miatt. De hát egyszerűen Vazul nap van, mit csináljuk? Magának van Vazul nevű ismerőse? Nincsen, én is csak a történelmi Vazult ismerem, és sajnálom is, úgyhogy annak a kevés Vazulnak, aki az országban van, mondom, ne kívánjunk ilyen ólomöntést. De nekik kettős ünnepük van, hiszen egyrészt a névnapjukat ünneplik, másrészt elkezdődött a vakáció. A kis Vazuloknak. Így igaz. Nem tudom, Flórián, mi már igen messze kerültünk az iskolapadtól, de nekem még mindig felidéződnek ezekben a napokban annak a kis falusi iskolának, a hűvös tantermei így nyár elején, amikor boldogan odaírtuk az akáció elejére a évetét, hogy itt a vakáció. Hát kérem, itt a vakáció, úgyhogy a mai vasárnapi Turmix is vakációt fog ünnepelni. Én itt a mögöttünk lévő képekről kiválasztottam azt a képet, amelyet a legszívesebben meglátogatnék személyesen. Én pedig. Hát nézd, New Yorkba is szívesen elmennék, magas hegyekben is szívesen tölteném a nyarat, de leginkább, hát nem tudom, hogy a kollégáim ezt meg tudják-e mutatni, pálmafa, tengerpart, langyos, meleg vizecske. Ebben értek legjobban egyet. Akkor szálljunk vissza a földre, ugye, mert hát mégiscsak a vasárnapi Turmix itt most a lényeg, a szokásos információk így az adás elején. Tehát a levél címünk továbbra is, el is olvashatják, le is írhatják gyorsan. 1054 Budapest, Steindl Imre út, 6 szám, második emelet, 208, telefonálhatnak is, 13 13 582. És természetesen ma is lesz játék, mégpedig a Tilitoli, ennek is elmondom a számát, hiszen várjuk a játékra jelentkezőket, meg sztártotó is lesz. Ugye? Lesz itt minden. Sokféle játék lesz. Hát ilyen vakáció műsor. Így van, gyorsan mondom azért a számot is, tehát 1-5-30-2-33. És hát következik a horoszkóp, amely természetesen a vakációra szól. Prognózis a nyári szünetre fiúknak, lányoknak, ballagó nyolcadikosoknak, Kordován hív összeállításában. A Merkur átlépett az ikrekből a rák jegyébe. Jelzi, hogy utazás, kaland és izgalmak foglalkoztatják fantáziánkat. A kosnak. A vakáció idején komoly barátságokat köthetsz, és fontos életproblémáidban tisztában fogsz látni. A bikának. Ha mások előtt kell szerepelned, akkor ne ijedj meg. Barátkozz meg azzal az érzéssel, hogy téged néznek. Komoly szívügyeid is lesznek. Sok sikert az ikreknek. Az utazások, amelyeket nyáron teszel, sokáig emlékezetesek maradnak. Meg fogsz komolyodni szeptemberre. A ráknak. Olyan dolgokat is felfedezel, amelyeket mások nem vesznek észre. Elsősorban rokoni körben mélyülnek kapcsolataid. Levelez sokat. Az oroszlánok. Megszilárdulnak érzelmi vonatkozású kapcsolataid, és igazából magadra fogsz találni a nyáron. Kell ennél több? A szűznek. Bármit csinálsz, azt nagyon komolyan veszed. A jellemeden sokat alakítasz, amiért felnéznek rád a többiek. A mérlegnek. Javíthatatlan optimizmussal keresed az új kapcsolatokat. Sokat tanulsz belőlük, lesz mire emlékezned. A skorpiónak. Az otthonod és baráti köröd határozzák meg a nyaradat. Az előbbi biztonságot ad, az utóbbi pedig izgalmas kalandokat ígér. A nyilasnak. Ismereteid gyarapodnak, látóköröd kitágul a vakációban. Társaid körében pedig tekintélyt szerzel. A baknak. A nyáron sem ijedsz meg egy kis munkától, amiből szépen fogsz profitálni. Utazásaid gyümölcsözőek lesznek. A vízöntőnek. Ne vidd túlzásba a sportot, azonban mozogj sokat. Nagy szükséged lesz arra, hogy jó erőnléttel kezd a szeptembert. A halaknak. Magánéleted nem lesz felhőtlen, azonban bőségesen kárpótol mindenért az a közösség, amelyben megfordulsz. Kellemes nyarat.
kellemes nyarat, jó vakációt, felnőtteknek mára is jó pihenést. Június 14-én, vasárnap, az év 166. napján, amikor is a nap kelt 4 óra 46 perckor, nyugszik 20 óra 43-kor, már 15 óra és 57 percen keresztül süthetne, és nézzük a holdadatait, este 20 óra 19 perckor kell az igen-igen csak fogyócska hold, holnap hajnalban lesz egyébként új hold. Nos, és hogy milyen az időjárás, nagyon-nagyon változatos. Felhős és napos tájak egyaránt előfordulnak most az országban, és emellett a Dunántúlon már igencsak élénk az északnyugati szél, keleti területeken egyelőre szélcsendes, gyenge szellő fújdogál. Nos, a következő időszakban felhős és rövidke napos időszakok váltakoznak, előfordulnak majd átmeneti záporok, úgyhogy azért el lehet vinni az esernyőt otthonról, és a Dunántúlon továbbra is lesz majd szél, úgyhogy akiknek szörfözhetnékük van, nos a dunántúli tavakon tehetik, általában 30-50 km/h lesz a legnagyobb lökés, ebben azért már jól lehet vitorlázni. És még egyszer nézzük meg azt a műhold filmet, mert azon látszik az ok, ugyanis miután Medárd óta már igencsak csurgott, csöpögött, néha szakadt az eső, nos az a felhősáv ott fölöttünk már igen-igen szakadozóban van, az a fehér szín ezt jelenti, és hát éppen ezért azért ma már számíthatunk napsütésre is. És hogy mivel fejezzük be? No, hát a júniusi esőbőség igen régóta ismeretes nálunk. Már hazánk éghajlatának első komoly kutatója, Berde Áron is azt írta könyvében, legnagyobb szomorúságunkra akkor jön el az eső, amikor feredőre készülünk. Azaz, amikor szabadságra mehetnénk. És van még egy regula, ez egy igen régi, a deákok hordozzák az esőt, azaz, amikor a szünidő kezdődik, hát akkor esik az eső. Azért ma nem lesz egyértelműen esős idő, átmeneti záporokkal teli. Az előkért a lakók névjegykártyája. A ház jellege és a rendelkezése álló hely határozza meg a kialakítás módját. Az előkert több funkciót is szolgál. Az érkezőt fogadja, a szeméttárolót is itt kell elhelyezni. Ezen kívül az autóparkoláshoz vagy a garázsbejárónak kell teret adnia. A Szilvánus Diszfaiskola szeretne ötletet adni, hogy a célszerűséget miként lehet a szépséggel ötvözni. Ha a kis fenntartást igénylő fogadóteret szeretnénk, akkor a sűrűn növő talajtakaró cserjékből és kúszófenyőkből gyommentes felületet valósíthatunk meg, ezt szoliter fával vagy fenyővel díszíthetjük. Egy keskeny szegélyágyban is lehet dekoratív növénycsoportot telepíteni. Kis növésű cserjékkel és évelőkkel ez megoldható. A garázs és a ház közötti kapcsolatot hangsúlyozza a pergola, mely még dús növény nélkül is egyedivé teszi a teret. Lejtős területen, ha hosszú út vezet a házhoz, gazdag lehetőség kínálkozik a szegélyező növények kiválasztásához, mely a házat szépen kihangsúlyozza. A bejárat közelébe telepített fa olyan, mintha oltalmazná a házat. Az előterek szépítése nem csak a ház tulajdonosokat dicséri, hanem az utcán haladók számára is kellemes és üdítő látvány. Hadd csináljuk önöknek kedvet a vasárnapi hírekhez, amelyel kapcsolatban két jó hírem is van. Az egyik, hogy bővebb terjedelemben 24 oldalon jelenik már meg, a másik jó hír pedig, hogy változatlan áron. Néhány cikkről. Megtudhatjuk a labból, hogy sajnos a diákoknak, akiknek ugye itt a vakáció, elég kevés munka lehetőségük van a nyáron, és arra is elsősorban a szülők, a munkanélküli szülők csapnak le. Másik hír, egy Petőfi rekord, aminek én személy szerint nagyon örülök, a Nemzeti Büszkeség Petőfire, 50 nyelven egy kötetben jelenik meg a Szabadság szerelem című verse. Azután szokatlan szakokkal indul két egyetem is, jövőre a Szegedi József Attila és az ELTE bölcsészettudományi karán újságírókat és kulturális menedzsereket is képeznek. És egy jó hír a politikusoknak, lelki edzésre járhatnak ezentúl a Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetébe. Akit a sport érdekel, a sportoldalon olvashatjuk, hogy mégsem volt bajnokavatás az Üllői úton tegnap, mert hát a Vác is győzött. Marad a döntés
az utolsó fordulóra. Ennyit a vasárnapi hírekről, most pedig a TVBB következik, amely ezúttal LeBlanc Győző, az Operaház tenoristájának családjához látogat, és ott két igazi bébit láthatunk, egy 2,5 évest és egy 17 napost. Győzőkém, azt te elraktad valahova. Zsuzsa, arra kérlek, hogy mutass be a körülötted ülő csemetéket. Ő az ifjabb, illetve az idősebb. Apa, hol van? Na, apa nincs itthon, apa jön nem soká. Ifjabb LeBlanc Győző, aki 2,5 éves, és ő pedig LeBlanc Gergely, aki 17 napos. Megmondod a nevedet? LeBlanc Győző. Mennyire tud besegíteni neked, vagy inkább egy picit nehéz, még hogy ilyen, igen, hogy ilyen kicsi a korkülönbség? Ő tud segíteni, tudja fésülgetni, tud hozni nekem babaruhát, pelenkát. Ami a legnagyobb dolog, a legnagyobb segítség nekünk, az, hogy ezt a gyönyörű szép takarót, ami az övé volt, odaadta a Gergőnek, ami soha senkinek még nem adott, tudod, nézd, hogy szereti. Egyébként, amikor a Gergő eszik, akkor ő a nyakamba ül, a lábamra, akkor kukást kell játszani, és akkor kell zoknit felhúzni neki is, és szerette volna az anyatejet meginni. Nagyon jó szívű kisfiú, és olyan jó, meg lehet vele mindent beszélni. Nem hiszem, hogy lesz probléma, illetve gondolom, hogy tőlünk függ, hogy mi, hogy tudjuk őt a kis testvérével szemben még sztárolni egy kicsit. Férjed, LeBlanc Győző, ő mennyire tud részt venni itt apaként? Amennyit tud az idejéből, azt ránk áldozza a családjára. Közben megérkezett, ha jól látom, úgyhogy várjuk szeretettel. Szia. Mennyire tud itthon részt venni a feladatokban, ugye két gyermek mellett? Nem unatkozunk, én azt hiszem, az utóbbi időben, de ez az élet értelme, és azt hiszem, hogy ez mindent megér. Az egy gyerek az annyira egy gyerek, hogy nagyon szerettünk volna még egyet azért, hogy ne legyen egyke. Ilyen volt az első apai szívdobbanás. Amikor az első gyereket először a kezembe vettem, akkor nagyon féltem. Olyan szokatlan dolog volt ez, amivel nem találkoztam addig az életemben, és szinte attól féltem, hogy összetöröm, vagy valami egész tragédia következik. A másodiknál már ez azt hiszem egyszerűbb, sőt, az elsőnél egy közös szülésre gondoltunk. Aztán a vége az lett ennek, hogy én ugyan bementem a vajudószobába, pár percig szorongattuk egymás kezét, udvariasak voltunk egymással, én nem tudtam mit csinálni, ő nem tudott velem mit csinálni, ő viselkedett, én meg próbáltam valamilyen módon vizsgasztalni. Igen, a vége az lett, hogy azt mondtuk mind a ketten, hogy akkor azt hiszem ez ennyi. És ráadásul milyen az élet, aznap délelőtt is egy próbám volt a Vigadóba, és az egyik kolléganőm nagy lelkesedésével, Pászti Júlia, bejött hozzá velem a Zsúrihoz, és amikor kifelé jöttünk a kórházból, akkor mondtam neki, hogy kezi csókolom, és elmentem az ellenkező irányba. Utána őt megberengetett, azt mondja, te lebi, tegeződünk. Azt hiszem, hogy ez a két kicsi gyerek is nagyon megkedvelné, meg talán majd meg is kedveli Babár figuráját. Hozzá kell szoknunk, hogy a közeljövőben egyre több kábeltelevízió keresi meg Magyarországot, szeretné meghódítani a magyar nézőket is. Így tett az egyik is, és nagyon ügyesen Babár figuráját választotta ehhez a hódításhoz. HBO amerikai kábelcsatorna meghívására a budapesti állatkert vendége volt Zsandre Brunov világhírű mesefigurája, Babar király. Ismered a Babar király? Igen. Tudod, miért van itt? Hát, igen. Miért? Hát ide jött a Babar. Mit csinál a Babar király? Hát majd együtt velünk elmegyünk vele a állatkertbe. Mit csináltok ott együtt? Hát megnézzük az állatokat. Ismered a mesét? Igen.
tudsz mondani Babar királynak, kik voltak a társai mesében? Hát volt egy öreg asszony, és még voltak barátai, nagyon sok barátai. Hogy jönnek a barátai? Azt nem tudom. Van hangja az elefántnak? Van, de angolul beszél. Te kíséred? Igen, én kísérem. Tudsz vele beszélni? Igen. Tudsz angolul? Nem. Akkor hogy beszélsz vele? Titkos beszéd. Titkos beszéd. Kérdezz meg tőle, hogy tetszik itt Magyarországon? Hogy tetszik itt Magyarországon? Azt mondja, nagyon jól. Hogy új elefánt érkezett az állatkertbe? Nem tudtam, most lepődtem meg nagyon. De hogy afrikai elefánt, mert hatalmas fülei vannak, ez is többek között megkülönböztette az indiai elefántunktól. Látom szakember, mit szól a koronájához? Gyönyörű koronája van neki. Tudja, hogy hívják? Babar, gyermekkorom, kisfiaimnak a meséiből ismerős ez az állat szintén. Gondozná ezt is? Nagyon szívesen, hogyha esetleg erről lenne szó. Melyik elefánt tetszik jobban? Ez. Miért? Mert ennek van koronája, meg nem úgy mászkál, hogy mind a négy lábán. Hanem? Hanem csak két lábán. És az ne? Emberek. És az neked jobban? Igen. Hát az igazi elefánt négy lábú. Az igaz, de én így szeretném. Tetszik a ruhája? Igen. Hányos lábban van szerinted? Mondjuk 100 körül lehet. Jó napot kívánok! A kedves figurák és gyerekek után most pedig játék következik. Van valaki a vonalban? Igen, itt vagyok. Palics Lázárné vagyok Budapestről. Üdvözlöm! A játék szabályait nyilván ismeri. Igen. Most a könnyebb játék lesz, amint azt láthatja. A gép már össze is keverte, úgyhogy gondolom kezdhetjük. Elfed. Kérném szépen, hogy mondjon keresztneveket, jó? Ferenc, igen. Köszönöm szépen, így érthetőbb lesz. Igen. Elemér. Béla. Aladár, Géza, Hedvig. Hedvig? Igen. Dénes, Géza, Hedvig, Cecil, Elemér. Nem jó. Elemér. Cecil, Dénes, Ferenc, Cecil, Elemér. És sajnos elfogyott az ideje. Igen, de azért ne aggódjon, kérem még ne tegye le, ugyanis most nem távozik üres kézzel a mai játékunkban senki, mert színházjegyet fog kapni, még pedig a Víg Színházba, ugyanis a milánói Piccolo Teatro társulata vendég szerepel nálunk június 17, 18 és 19-én, és amilyennek te akarsz, nem tegeződöm, hanem ez a Pirandello darab címe, tehát ebben szórakozhat, illetve ebben gyönyörködhet, a szerkesztőségben átveheti a jegyet. Köszönöm, hogy játszott velünk.
Nyár, vakáció, nyaralás, ha nem csak a gyermek, hanem a szülők is ráérnek, akkor a család együtt elindulhat kirándulni, nyaralni. Most ahhoz kapunk tanácsokat, hogyan induljunk el vakációzni autóval. A legfontosabb tennivaló ugyanúgy, mint ahogy az utat megtervezzük előre, időben felkészülni a szervizzel is az útra. Legelső tennivaló az, hogy jó időbe bejelentkezni a szakszervizbe, ahol a szakemberek minden olyan fontos beállítást, ellenőrzést elvégeznek, ami garantálhatja, hogy vissza is jövünk az útra. Ettől függetlenül természetesen vannak olyan apró dolgok, amit maga a tulajdonos is elvégezhet utolsó ellenőrzésként indulás előtt. Mire gondolok? Természetes, hogyha tele van az autó, utasokkal, csomagokkal, a guminyomásra fokozottabban figyelni kell. A gumi profil mélységet ellenőrizni kell. Valamint azt, hogy azok a szükséges alkatrészek, amelyek elromolhatnak, meghibásodhatnak az úton, azok benne vannak-e a csomagtartóban. Nagyon fontos, legyen nálunk ékszív, legyen nálunk olaj, víz, esetleg gumicső, bilincsek arra az esetre, hogyha javítani kellene az országúton. Az önmel meleg országban megyünk nyaralni, ezért igen fontos az, hogy a csomagtartóban legyen desztillált víz után töltésre. Ma már több olyan szerviz van, ahol a törzs ügyfeleknek úgynevezett úti csomagot állítanak össze, amiért fizetni sem kell, és tartalmaz azokat az alapvetően fontos alkatrészeket, amelyek ilyen úti javításnál szükségeltethetnek. A visszatérés után természetesen ezeket le kell adni, és amit én nagyon fontosnak tartok, hogy a visszatérés után, miután több ezer kilométert autóztunk, egy szervizt elvégezni megint legalább annyira fontos, hogy fel lehessen tárni azokat a hibákat, amit a hosszú út alatt esetleg az autó összeszedett. Szeretnék önöknek, mindannyiunknak kellemes nyaralást és jó utat kívánni. De mielőtt elindulnánk, nagyon fontos, ugye, kedves Flórián, hiszen erről szólt ez az anyag, hogy nagyon fontos az is, hogy hogyan vezetünk. Úgyhogy a következő néhány másodpercben ez is kapnak néhány jó tanácsot. Tisztelettel köszöntöm a vasárnapi kivész nézőjét. Folytatjuk vezetéstechnikai sorozatunkat. Olyan közéleti személyeket, sportolókat, művészeket hívtunk a műsorunkhoz, akik bemutatják önöknek vezetési tudásukat, vezetési kultúrájukat. Elsőnként Podráska János urat, Budapest főkapitányát hívtuk a műsorunkba. A legfontosabb szerintem a nyugalom. Azért, mert ha valaki kapkod, ideges, akkor már eleve hátrányba kerül véleményem szerint. Másik, nincsenek fölfestve például ebbe az utcába a sávok. Ezt tudjuk, hogy egyirányú utca, de két-három sáv bejön. Ha most az ember kapkod vagy tolakszik, akkor könnyen balesetet okozhat és baleset áldozatává is válhat. Ha látom, hogy nem férek be a kereszteződésbe, tehát nem tudok áthaladni úgy, hogy ne akadályozzam a forgalmat, akkor nem megyek. Nem hiszem, hogy a kressz lehetőséget ad a busznak a legbelső sávban való haladása sem. Pontosan erről van szó, és nagyon sokan visszaélnek vele, teherautók is visszaélnek vele. És még egy gond, a gyorsabban haladó járművek nem látnak, teljesen elzár, ugye nem látok semmit szinte, és nem is indokolt, hogy a legbelső sávban menjek. Én személy szerint arra gondolok a vezetésnél, hogy mindenkit engednem kell közlekedni. A gyalogost és az autós társaimat is. A főkapitány a vezetésével kapcsolatos észrevételeim meglepően finoman kezeli a féket, a gázpedált. Nagyon fontos, hogy ilyen vizes úton mi versenyzők is hímes teljesként kezeljük a gázpedált. Úgy érzem, hogy nem csak az autónak a minősége jelentette ezt, hanem a több éves vezetési tapasztalat. Mert egy jó autót könnyű vezetni, de általában rossz autót találja meg az ember a vezetést. És most nézzük, hogy milyen időben, milyen ég alatt jöhetünk, mehetünk. Most egy szakadozott felhősáv van fölöttünk, ebben vannak napos időszakok is, vannak hosszabb felhősek, és előfordulnak átfutó záporok. Ilyen idő fogadja tehát azokat is, akik ellátogatnak Kisbérre, ahol országos autós rally verseny zajlik, reggel 8-tól este 8 óráig. Az Aka és Ásteszér gyorsasági szakaszt ma is lezárják.
És nézzük, hogy mi újság a Balatonnal. Nos, a nyári szezont mi sem mutatja jobban, mint hogy a 71-es úton Balaton-Aliga és Fűzfő között ezen a hétvégén is érvényes a 4 tonnás súlykorlátozás, és a Tihanyi-félszigeten a 40 km/h sebességkorlátozás. A jövő hétvégétől pedig már a 7-es, 71-es úton is érvényes lesz az akkor már 12 tonnás súlykorlátozás, de természetesen a 4 tonnás érvényben marad. Itt pedig már is láthatják azok, akik Görögországba, Törökországba szeretnének eljutni, hogy milyen útvonalakon mehet. Az a fehér villogó az, amit ajánlunk, és ami most fog villogni. Nos, ez az az átkelési szakasz, ami egy pici kitérő, de kikerülhetjük vele a vidini nagyon hosszú várakozást, hiszen ott a Komnál néha akár 2 napot is el kell töltenünk, és nagy kitérő a Russzei híd felé. Arról, hogy mi ez a kitérő Turnu-Severinnél, majd 10 óra után néhány perccel. Stúdiónk vendége dr. Gyimes Tamás, a Főnix utazási iroda igazgatója. Az önök utazási irodája többnyire Tunéziába szervez utakat, tengerpartra, ezt a múltkor láthattuk is a vasárnapi Turmixban. Ez a tengerpart nem az a tengerpart, ahova mi magyarok leggyakrabban eljutunk, tehát nem az Adria, nem Görögország, sokkal melegebb van. Így van, hozzá kell tenni, hogy Tunézia egyre divatosabbá válik Magyarországon, főképpen az elmúlt években ismerték meg, és idén már ezrével mennek a honfitársaink erre a mediterrán tengerpartra. Ez Afrika, a Mediterráneum, a Római Birodalom területe, az iszlám világa minden egyben megtalálható, és alig több mint 2 óra repülőgéppel Budapestről. És nagyon meleg van, tegyük hozzá. Mire készüljön az, aki oda repül? Aki oda utazik, az nyilván úgy választotta az időpontot is, hogy nem fagyoskodni fog, tehát a nyári hónapok legjava. Hány fok van ott ilyenkor nyáron? Hát tulajdonképpen eléri a 35 fokot is a hőmérséklet. És eső? Elég ritka. Nem úgy, mint most nálunk. Nem lehet összehasonlítani. Május végén ugyan volt egy meglepetésszerű elsős időszak, de hát ez már mögöttünk van. Egyébként nagyon ideálisnak nevezhető a klíma, tehát jellegzetes mediterrán, és a növényzet is mondjuk ehhez igazodik. Körülnézett itt a stúdióban, mondta, hogy keres sivatagi képeket, ezek szerint a sivatagba is elviszik az odautazókat. Talán ez a legromantikusabb része, hogy a sivatag tulajdonképpen a jellegzetes földközi tengerparti üdülőhelyektől úgy szóval karnyújtásnyira van, amit hát természetesen az európai részen nem tudunk érzékelni. Sivatagi rablók vannak-e, mert mi nők ezt szeretnénk tudni előre, mielőtt hát odautazunk? Hát én véleményem szerint csak akkor lehet sivatagi rablókról beszélni, hogyha ezt előre előkészítik és megrendelik, de véleményem szerint ez nem akadály. Nem szerepel azonban a kínálatunkban az első helyek között. A sivatag az izgalmas, kemény, zord világ nagy hőmérsékleti különbségekkel. Aki ilyen kirándulásra jelentkezik, annak nyilván bizonyos kényelmetlenségre is föl kell készülni, de hát a kaland az kaland. Apropó jelentkezés, hogy lehet önöket megtalálni? A Budapestre Phoenix, kell jönni, vagy vidéken is? A Phoenix osztrák-magyar utazási irodának 1989 óta működik Budapesten 2 irodája, amelyekben minden további nélkül lehet a tunéziai, és egyébként elég gazdag választékban rendelkezésen a más utakból rendelni, de vagy 100 partner irodánk van Magyarországon, az ország minden táján. Tehát vidéken is. Vidéken is. Köszönjük szépen, a végére egy kérdés, ön hol fog nyaralni? Tunéziába. Megmondom becsületesen, hogy Tunéziába készültem volna,
de hát ez esetben közelebbi célpont Olaszország mellett döntöttem. Ott is meleg van. Szépen. Én is köszönöm. Köszönjük. Tártotó. Jó reggelt, jó napot kívánok! Ismét indul a Sztártotó, remélem mindenki nagyon izgul. Mindenki tudja, meg gondolom a szabályokat. A lényeg az, hogy ma Szikora Roberttel játszunk, az örömmel láttuk egy kis klipben. Nézzük, hogy van-e játékosunk, versenyzünk itt a vonalban. Halló, halló! Halló! Jó napot kívánok! Igen? Németh István vagyok, Enyingről. Enyingről? Igen. István, ön lesz az első játékos, jó, fölírom. Igen. Kettes játékosunk van-e? Jó napot kívánok! Üveges Zoltánnyi vagyok, Miskolcról. Miskolcról, kérdés, sokkolom. És a keresztneve? Zsuzsanna. 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 Hát önök ketten fognak egymással versenyezni, és hát aki több pontot szerez, nyilván ő nyeri meg a pénzjutalmányt, pénzt. Induljon a játék, a játékostársunk Szikora Robert. Első kérdésünk. Vajon mi az asztrológiai egyes Szikora Robinak? Hal, bika, vagy a nyilas? István? Kettes. Kettes. Zsuzsi? X. X. Nézzük Szikora Robertet. Én a nyilas jegyében szerettem, de sokkal jobban szeretem, ha úgy mondják, hogy a Sagittarius jegyében. És az aszcendensem, tehát az óra, amikor születtem, az az oroszlán. Hát akkor végül is ugye a nyilas volt a Robi jegye. Megyünk tovább. Vajon melyik zenekarban játszott először Robi? A Skamplóban, a Hungáriában, vagy a Fejemben? Most Zsuzsát kérném először válaszolni. Egyes. Igen. István? Kettes. Kettes. A helyes válasz pedig? Az első zenekarom, mint ilyen, úgyis mondhatnám, hogy a legprofibb amatőr zenekar, az a Fejem volt. Ez a válasz nem sikerült. Megyünk tovább, hármas kérdés következik, majd István kérem elsőként, vagy melyik városban kapott nemzetközi díjat utoljára? Bécs, Münster vagy Los Angeles? István? X. Igen, Zsuzsi? X. X. Hallgassuk meg a választ. Hát mondjuk több városban, de a legfontosabb az az utolsó, az Hollywoodban volt, tehát Los Angelesben. És a díjnak az volt a neve, az egy Győztesek Fesztiválján való részvétel. Tehát Hollywoodban. Most már Zsuzsát kérném elsőként. Következő négyes kérdés, vagy mi volt édesapja foglalkozása? Postás, táncainékes vagy újságíró? X. Igen. X. X. A válasz pedig? Papucikám. Ő énekes volt, de ma is énekel, úgyhogy aktív tánctal énekes. Így van. Most az állás most, ha jól látom, 2-1 Zsuzsa javára. Igen. A következő kérdésünk az ötödik, hogy melyik a kedvenc zenekar a Szikora Robinak? Beatles, Rolling Stones vagy a Beach Boys? Most István kérem elsőként. Kettes. Igen. Zsuzsanna? Egyes. Nézzük a választ. Nekem még ma is a Beatles. Megint egy ponttal javult Zsuzsanna állása, István kicsit erősíteni kéne. Hatodik kérdés következik, hogy milyen stílusban készült az új lemeze? Reggae, Chiki Down, vagy Rock and Roll? Zsuzsa? Bocsánat, Zsuzsának kérem mondani elsőként. Kettes. Igen. X. X. Nézzük a választ. Ez egy jó kérdés. Nem Chiki Down stílusban, bár nem fejeztem be, viszont Rock and Roll stílusban, ami szintén olyan közel áll hozzá. Hát akkor kicsit erősített, úgy látom a dolog. Most pedig következik az utolsó kérdés, amely bónusz 2-t lehet nyerni, tehát itt behozhatja még István Zsuzsannát. 2 pontot ér a kérdés, vagy mi volt az első videóklipje Szikora Robinak? Ballag a katona, szeretlek is, mert nem is vagy a Ne bánts. István? Kettes. Zsuzsanna? Kettes. Akkor megnézzük a választ. Hát amit mai értelembe vett videoklipnek lehet nevezni, az a Szeretlek ismerem is volt. Ez mind a ketten jól eltalálták, viszont így a játék megoldódott. Zsuzsanna nyerte
a játékot 5 ponttal, az 5000 forintot nyert, de István is jól járt ma, mert 2 színház egy az öné. Remélem szereti a színházat, gondolom. A Big Színházban ismét, mint a korábban mondta Eszter, a Milanói Piccolo Teátró előadására kap színházat, amit átvehet a szerkesztőségben hétfőn. És hát kedves Zsuzsanna, ön pedig a kérdést megkapja, hogy akarja duplázni, vagy elveszti, vagy megtartja a pénzt. Megtartom a pénzt. Hát akkor köszönöm szépen, ennyi volt már a sztátot, önnek gratulálok, viszont látásra találkozunk jövő héten. Kérem, életünkbe betört a reklám, és most már itt-ott reklámperekről is lehet hallani, olyankor, amikor egy reklám túl dicséri önmagát, kicsit a többiek rovására. Éppen emiatt nekem van egy nagyon kedvenc rádió reklámom, amely úgy hangzik, hogy a motoros futár gyors, mint a motoros futár. Hát kérem, ez fair, ez perfekt, nincs az a jogász, aki ebbe beleköthetne. Én ebben a szellemben fogom most bejelenteni azt, ami jön. A Pop 20 következik, ami pont olyan jó, mint a Pop 20, bár talán ma egy kicsit még jobb is. Valami más, valami új lesz a Pop 20-ban, íme. Köszönjük a kedves nézőket, jó napot kívánok! Rendkívüli ez a mai Pop 20, mert én csak nagyon keveset szerepelek majd a képernyőn, aminek természetesen oka van. Úgy emlékeznek arra, hogy mennyit beszéltünk az elmúlt hetekben arról, hogy műsorvezetőt keresünk. Nagyon sokan jöttek, és jó néhány tehetséges arccal találkoztunk. Úgy döntöttünk, hogy az elkövetkezendő néhány Pop 20-ban velük találkoznak elsősorban, és nem azokkal, akiket már megszokhattak a képernyőn, amikor a Pop 20-at nézik. Kérem, legyenek picit kritikusak, de azért ne annyira. Gondoljanak arra, hogy akik most önöket próbálják szórakoztatni a sok-sok zenével, most szerepelnek először a képernyőn, és most néznek először igazán farkas szemet a kamerával, és egyúttal önökkel. Nagyon jó szórakozás tehát. Kérem, fogadják őket szeretettel, és írják meg véleményüket. Sziasztok! Zánk Zoltán vagyok. Zsirmon Barbara. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a Pop 20 mai műsorához, melynek első 10 percét Barbara vezeti, úgyhogy át is adom neki a szót. Köszi szépen. Négy fiú, négy hang, négy egyéniség. Ez a Manhattan. Nemrégiben egy sajtótájékoztatón jártunk, amelyen a fiúk bemutatták a második nagylemezüket. Erről szóljon most a címadó dal, Szállj fel még. Nézz az égre hát, van ki mindent lát, a madarra száll. Szállj fel még, hogy az árva szíveknek mondhassuk, ne félj. Szállj fel még, hogy az éhes szájnak adhassunk, ha kér. Kizárólagosan csak azért vállaltam ezt a riportot, mert olyan jól esik fiatalodni. Mellettem a Cseri együttes. Egy gyors bemutatkozás. Kicsi. Rex Alex. Perec. És Pufi. Én elgondolkodtam közben azon, hogy ebben a korban meg lehet még mondani, hogy hány évesek vagytok? 21 az átlag életkor.
Ez nagyon rutinos volt már. Az elgondolkodtató, hogy 21 évesen miért nem rappelnek ezek a mai fiatalok, vagy miért nem akarnak legalább Michael Jacksonnak játszani, illetve látszani, és miért akarnak rockabillyt játszani, ami egy olyan korban volt igazából divat, amikor talán még nem is éltetek. Nem szeretném ezt túlmagyarázni. Nálunk tínédzserkorban ez a zene iktatódott be igazán, ezt szívtuk magunkba, és végül is a mai napig ez nem változik, tehát mi ezt tartjuk csúcsnak, a rock'n'rollt. A rock'n'roll mindig azt mondjuk róla, hogy örök, és örökké hallgatni fogjuk, és rock'n'rollzni fogunk erre a zenére. Tudsz-e néhány nagy sztárt mondani, vagy valamelyitek tudja néhány nagy sztárt mondani az egykori rock'n'roll világból, rock'n'roll korszakból? Azokról beszéljetek, akik igazából közel állnak hozzátok, és akik, ha úgy tetszik, példaképek. És lehet, hogy a nézők közül sokan nem is ismerik őket. Azt hiszem, hogy ismerik őket. Shakin' Stevens, Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly, Jim Vincent. A Stray Cats nevét nem említetted. Ez tudatos volt. Mi az inkább rock'n'roll-t játszunk, rockabillyt, azt meghagyjuk másnak. Mások fognak erre majd hivatkozni, talán egyszer máskor. Ha én egyszer véletlenül táncolok, akkor egész biztos, hogy nem tudom, hogy rockabillyre táncolok, vagy rock'n'rollra. Próbáld megmagyarázni, hogy mi a különbség a rockabilly és a rock'n'roll között. Hát rockabilly az valamivel keményebb, és rockabillyben több az indulat, több a feszültség. De azért mi megpróbáljuk ezt valahogy ötvözni. Rock'n'roll meg lényegesen kedvesebb. Beszéljünk néhány szót arról, akinek végül is köszönhetitek azt, hogy az együttes létezik és nagy lemez készítettetek. Hát ez az első alkalom, amikor igazán szeretném megköszönni a Mikinek. Aki nem más, mint Fenyő Miklós. Igen, hogy felakarult minket és támogat minket. Az, hogy egyáltalán itt lehetünk, azt neki köszönhetjük. Wow, wow, hello, kis tia. Nem sokára újra látod, nincs nagy hiba. Ha jó vagyok, még mindig mellett féltő. Két karod szorosan átölel, érzem a szívemhez közel. Sok szeretettel köszöntöm Pál Zoltánt, a Pöttöm Motim óriási útjainak igazgatóját. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy kerül ön ebbe a popzenei műsorban, mint szponzor? Nem véletlen. Múlt évben elvittük a francia Rivierára, egészen pontosan Cannes-ba, a Miden Fesztiválra, a Tátrai Együttest és Szikora Robertöt. És tetszett nekik az út? A legjobb tudomásom szerint a környéket, ez fantasztikus, ezt elmondani nem lehet. Monaco, Monte Carlo, Nizza, Cannes-Saint-Tropez, ki ne vágyódna ezért erre a környékre, és ami a lényeg, nálunk már főszezonban is 17 ezer forinttól. Tartogat valami meglepetést is a nézők számára az iroda? Igen, hát egy néző számára mindenféleképpen, mégpedig azon néző számára, aki a műsorvezető kerestetikre szavazataikat beküldik, és akit ott kisorsolnak, nyer egy 10 napos azurvarást, Monaco, Monte Carlo, Nizza, Cannes-Saint-Tropez utat. Íme egy emléklemez, amelyen Nádas Gábor szerzeményeiből találhatunk egy csokrot közkedvelt sztárok előadásában. A most következő címe Játszunk Együtt. Játszunk tisztán, szívvel és lélekkel, mintha minket nézne az egész világ. Ne hamis hangokkal, ne üres szólammal, akkor megtaláljuk a harmóniát. Játszunk együtt, ne játszunk egymással. Tartsuk tiszteletben más művészetét. Együtt kell játszani, nem pedig egymással. Tegyük boldogabbá egymás életét. Na 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 na
rész első felének vége, de hamarosan folytatjuk műsorunkat a második 10 perccel, amelyet Zoltán fog vezetni. Sziasztok! Ja. Hát akkor most mi következik? Elakadt a szavunk itt egy Igen, mert nagyon jó ízűen beszélgettünk itt közben a Pop 20 alatt. Hát ma már többször szóba került az, hogy vakáció van, hogy végre itt a nyár, amit azt hiszem a gyerekek borzasztóan várnak, leginkább ők. Igen, de hát a szülőknek ez gondolom nem kis gond, mert a gyerek vakáción van, na de a szülő dolgozik. Mit csinál addig a gyerek? Egyszer egy anyuka nagyon megsértődött, mikor azt a kifejezést használtam éppen egy ilyesfajta műsorban, hogy kulcsos gyerekek. Pedig hát ez tény, hogy sajnos nagyon sok kisgyereket látni az utcán, kulccsal a nyakában, nincs program, ugye az iskola kötöttsége után kiszabadulnak az utcára. Itt egy füzetet tartok a kezemben, ezt egy okos kezdeményezésnek tartom. Budapestre szóló programokat ajánl, a korrepetálástól kezdve különféle események, rendezvények, még az árak is oda vannak írva. Tehát azért nézzünk kicsit körül az országban és itt Budapesten is, hogy mi is a helyzet a gyerekekre, mi vár ezen a nyáron. Az önök irodája a Flórián téri aluljáróban működik. Hogyan látják alulnézetből? Milyen veszélyek leselkednek a fiatalokra? Még mindig létezik, sőt egyre intenzívebben az úgynevezett kulcsos gyerek, egészen kicsitől, tehát 12-13 éves korosztálytól. És hát a nagyobbaknak sincsen pénzük, úgy vettem észre. Elég sok olyan gyereket ismerünk, akik jönnének munkát keresni, azért, hogy utána valamit tudjanak belőle csinálni, hát nem nagyon vannak ajánlatok. Az egyik legfőbb veszélynek azt tartom, hogy nem jutnak el bizonyos rétegből gyerekek azokra a lehetőségekre, amiket kínálnak nekik rendszerint pénzhiány miatt. Milyen lehetőségekre gondol? Vannak napközis táborok, vannak bentlakásos táborok, különböző tanfolyamok, a legtöbbjük pénzes. A napközis táboroknak egy része napközi díjért van, de van, amikor ezt is meg kell spórolni a családi költségvetésből. Szegeden és környékén, Dél-Magyarországon milyen speciális problémákat jelent ilyenkor a nyár? Hát speciális annyiban, hogy Szeged egy nemzetközi útvonal mellett fekszik, és egészen pontosan a drog kábítószer problémáira gondolok. Tudnilik, ott halad át elég nagy része ezeknek a szereknek, és bizony-bizony lecsapódik, és elég veszélyeztetettek ebből a szempontból a fiatalok. Mit tudnak ajánlani önök? Nekünk például van most ez a legújabb, ez a vakációra ajánljuk, ez egy budapesti összesített kiadvány. Egész napos foglalkozásokra, üdülésekre, bentlakásra, tanfolyamra, olcsóbb, drágább. Van-e olyan, hogy maga az a fiatal, aki már nem jutott se munkához, se táborhoz, se pénzhez, az kopogtat, hogy segítsenek rajta? Van, de azt ne kérdezze, hogy olyankor mit csinálunk. Általában egyedi megoldások születnek, mert hogy nem vagyunk egyformák, a fiatalok sem egyformák. Mindenkinek más a baja, és rendszerint mélyebben keresendők a gyökerek. Szeretné ön a csípésmentes nyár éjszakát, nyugalmát? Így írtunk mi. Vape. Eddig csak a szobában, most már a szabadban is. Vape. Gyors, biztos hatású szúnyog és légyírtó. Ebben nem csalódhat. Kicsit folytassuk az előző Vissza a gyerekekhez? Témát. Igen. Jó magam azokkal a szülőkkel értek egyet, akik valahogy úgy intézik, hogy a nyaralás mellett a gyerekek dolgozzanak is. Ugye elhangzott az imént, hogy azért kevés a munka lehetőség. Mi most mutatunk egy példát arra, hogy azért tudnak dolgozni a gyerekek, van lehetőség munkára. Hosszú évek gyakorlata szerint a pályaválasztási intézet volt hivatva a fiatalok diák munkáját közvetíteni nyaranta. Az idén mi a helyzet?
Ezt a melléktevékenységünket szerettük volna megőrizni. Úgy tűnik, hogy ez a munkánk elillan. Évekkel ezelőtt még kiadványkönyvet tudtunk a kezükbe adni nyári szünetre a gyerekeknek, aztán már csak egy farmer zsebbe fért el, megint később egy kis prospektust vagy egy szórólapot tudtunk a kezükbe nyomni. Most pedig ez az év az, amikor egy kezemben meg tudom számolni, hogy a 400 vállalattól, vállalkozástól, magán és állami cégtől, akiknek írtunk, összesen 3 pozitív válasz érkezett a nyári szünidei munkát kereső levelünkre. Fogadó létszámot tekintve szinte ellenyez, hiszen 50-60 gyerekről van szó egy 2 milliós fővárosban. Ugyanaz tapasztalható az ifjúsági munkaerőpiacon, mint a valódi munkanélküliségben. Hány diáknak kínál munkát a Melódiák? Jelen pillanatban az országban 10-15 ezer diáknak van lehetősége dolgozni nálunk. Milyen korosztálynak ajánljátok ezt? Nálunk 16 év fölötti diákok léphetnek be, olyanok, akik nappali tagozaton tanulnak valamelyik középiskolában vagy egyetemen, főiskolán. Vannak szezonális munkáink, amik főleg a nyárhoz köthető kertészeti munkák, konzervgyár, fagylalpakolás, és vannak olyan munkáink, amik egész évben mennek, cégfelkeresések, ügynöki jellegű munkák, ahol nem fix jutalékért, hanem rendes, megfelelő fizetésért dolgoznak az emberek, és van nagyon sok egyéb munkánk is. Hogyan lehetséges az, hogy miközben szerte az országban munkahelyhiány van, és a diákok sem juthatnak így álláshoz, itt azonban 10 000-rével kínálják? A dolog lényeg a konstrukcióban rejlik. A cégeknek is, a bennünket alkalmazó cégeknek, és a nálunk dolgozó diákoknak is kedvezőbb ez a fajta konstrukció. Ez azt jelenti, hogy a cégek nem közvetlenül fizetnek bért a diákoknak, hanem magával a Melódiákkal vagy a Budapesti Univerzitással kötnek szerződést, ezáltal számla alapján rezsiköltséget fizetnek, és ebből tudjuk mi megfizetni a diákokat. Ez nem munkaközvetítés, hanem azt jelenti, hogy a diákokkal dolgozni akarnak, belépnek ezekbe a vállalkozásokba. A diákoknak 1000 forint vagyoni hozzájárulást kell fizetni, amit bármikor később, amikor kilépnek, visszakapják. Minden nagyobb városban, ahol egyetemek vannak, ott a Melódiák megtalálható az egyetemen belül, Budapesten pedig a Közgáz Egyetemen van a székhelyünk, itt van az Univés, a Melódiák iroda. A felnőtteknek lényegesen kevesebb idejük jut vakációra, 2-3 hét, legfeljebb 1 hónap. Ők a nyarat is leginkább munkával töltik, így hát igazán nem mindegy, hogy milyen környezetben. Kedves nézőink, az elmúlt alkalommal az irodaházak berendezésével ismertettük meg Önöket. Most figyelemmel kísérhetik, hogyan lehet ízlésesen, elegánsan berendezni egy irodát egy lakásban. Hallgassák meg erről a vásárlók véleményét. Ez egy olasz szállítmányozási vállalat magyar képviselete. Igen. Vajon miért nem Itáliából hozták a berendezést? Hát ma már nincsen értelme onnan hozni, mert az ottani árak magasabbak, mint ha itthon vettük volna meg. A másik meg semmi szállítási rizikóval ugyanazt megkapom itt is. A Becker Bayer céget sok közül választották, vagy egyből megtalálták? Több céget meglátogattunk. Azon kívül, hogy a butor is tetszett, a szállítási határidő volt az, ami még úgy jött össze, hogy ezt választottuk. Azt hiszem, hogy egy titkárnőnek sem mindegy, hogy milyen környezetben dolgozik. Pillanatok alatt berendezkedtem, és jól kézre áll minden. Ez a lusta titkárnők butora, jól használható, ügyes butor. Milyen elképzeléseik voltak, amikor elhatározták, hogy ezt az irodát berendezik? Mindenképpen egy olyan irodabútort szerettünk volna kiválasztani, ami praktikus, tehát egyben főnöki íróasztal és tárgyaló. Miután több mint 8 órát töltünk munkáikön, lényeges, hogy otthonosan érezzük magunkat. Ez a helyiség egy keskeny, hosszú pince volt. Igen. Elég ritka dolog, hogy az az illető hölgy, aki itt dolgozik, saját maga tervezi és rendezi be. Hogyan jutott erre a gondolatra? Azt hiszem, hogy van bennem egy olyan képesség, hogy másképp akarom látni a dolgokat. Valahogy az elegancia vagy az egyszerűség, de mégis szépségérzetét kellett, és ezt nem lehet picike kis dobozszobákkal. Ehhez hogyan segített a bútor? Beleszerettünk egymásba. És azóta jól érzi magát? Igen, benne. Nem csak én, mások is, és ez nagyon fontos. Kedves nézők, legközelebb a menedzserek otthoni környezetét mutatjuk be Önöknek. A Becker Bayer üzletek címei megtalálhatók az Extra hirdetési újság második oldalán. Remélem észrevették már, kedves nézőink, hogy a mai Turmix igyekszik jobbnál jobb tanácsokkal szolgálni Önöknek. Most
újabb jó tanács következik, mégpedig természetesen a gyerekeknek, akik vakációra indulnak. Mit csináljon az a gyerek, aki magával viszi a hangszerét is? A népszerű Muszti Dobai kettős, igazán két mérvadó személyiség adja a tanácsokat. Hát itt ülünk egy kellemes kerti környezetben, de előttünk a nyár, megyünk nyaralni, világot látni. Ha szeretnénk elvinni hangszereket, nagyon sok a muzsikus, a fiatal zenész, mi az, amit tanácsoltok, hogy vigyük a hangszereket, vagy hogy ne vigyük, hogy szállítsuk a gitárt? Hál' Istennek nagyon sokan gitároznak, és tényleg magnó helyett most már gitárt visznek. Először is, hogy hogy ne. Hát itt néhány szörnyű példát idehoztunk, hogy hogy ne. Volt olyan kölcsön, adtunk gitárt, ráhúzták a vonatnak azt a jó súlyos ajtaját, betört az oldala. Ez például egy sátorba lett ilyen, még rajta is van, hogy szeretlek, Mici vagy van, nem az enyém volt. Egy műemlék. És, de hát műemlék, igen. Mondjuk alágyújtósnak nagyon jó, csak sajnálom, mert olyan élmes, hogy is mondjam, feliratok vannak rajta. Aztán például, hogyha buszon szállítjuk, csomagtartóba fölrakjuk, akkor nagyon kell vigyázni, a busz hirtelen fékez, akkor az embernek így a nyakára esett a gitár. Tarkolj. Velem történt már ilyen, agyrázkódás, kirándulásnak vége, kórház, két hét fekvés. Gitáról már ne is beszéljünk. Hát annak lett a legkevesebb baja különben, de az is sérült azért. Mit csináljunk akkor, hogyha nedves időben, amikor húr berosdásodik, egy-két napig nem tudunk gitározni, akkor mi történik? Hát igen, végül is, ha nylon húron van, akkor nincsen gond, de hát ugye fémhúrnál. Jobb, ha fémhúr az jobb a blueshoz, meg mindenféle rokkos dolgokhoz. Most ezt demonstrálom, miután ugye nyár van, és hogyha esik az eső, úgyse rakozunk, akkor fogunk szépen, segíts egy kicsit, fogunk szépen egy kis napolajat, fogunk egy papírsepkét, igen, hát napolaj, vagy, ilyen, vagy kézkrémet, most napolajat, de a napolaj ilyenkor úgyse kell. Fényvédőfaktor teljesen mindegy, megfogjuk így ezt a papír zsebkendőt, kicsit mond a hangja, van érzékeny emberek, füliket befoghatják, és éve itt van rajta a rozsda. Tehát leszedi a rozsda. És meg is védi egy idő után. Mm-hmm. Nem, hát azért a legjobb, hogyha mindig valahova becsomagoljuk a gitárt. Tehát amikor megyünk, vagy sokan mondjuk hátukra vetve hordják, akkor is valami zsákba bele kell rakni. Meg aztán például meg kell nézni egy osztálykiránduláson, hogyha az ember sötétben, mondjuk buszba vagy sátorba, hogy kinek a kezébe adjuk a gitárt, az sem mindegy, mert ez a szerencsétlen. Ugye ez egy mestergitár, és szét van teljesen lukaszgatva, mert Józsi lekapta, és éppen én meg aludtam ott a buszban a sötétben. És már megjavítani is tudtunk. Hát leragasztottuk ilyen mindenfélével, mert volt itt, ez valaki itt felejtett, ő úgy oldotta meg ezt, hogy karcolásmentes legyen, hogy leragasztotta ilyen lenge hölgyekkel, és akkor, hogy veri, akkor nem kopik, hanem a hölgy kopik. Mi van akkor, kölcsönkérjük a gitárt, és mondjuk, bocs. Hát, ez bocs is. Olyan, mintha, mit nem akarom mondani, de mintha hanglemezt kérnének kölcsön, azt is meg kell nézni, kinek adja oda az ember. Ilyenkor a vakáció idején nagyon sokan a városból szinte kiszabadulnak a természetbe, a zöldbe. Magam mindig is vidéken éltem, el sem tudom képzelni az életemet máshol. Éppen ezért értem meg nagyon is Vince Lilla énekesnőt, aki szintén a természetet, a jó levegőt választotta. Évek óta belvárosban éltünk, és én szeretem végül Budapestet nagyon, mint város, de élni meggyőződésem, mivel vidéki lány vagyok, nagyon szeretem a vidéket, a jó levegőt, a vízpartot, Balatonnál nőttem fel, és nagyon hiányzott. És valahogy évek óta terveztük, hogy vagy veszünk egy kis házat valahol a környéken, és egyszer csak ide tévedtünk egy ismerősünkhöz. És megláttam ezt a környezetet, és ezt szó szerint beleszerettünk a párommal. Végül is belevágtunk egy építkezésbe, de hát nem bántuk meg, mert nagyon szeretünk itt lakni. Te is beszállsz itt néha az építkezésbe. Hát ha kell, akkor beállok dolgozni. De meg kell, hogy mondjam ezt valahol élvezem, mert tudom, hogy a sajátom lesz. És párommal együtt is valahol leküzdjük ezeket a nehézségeket összefogással. Mert nehézség az mindig adódik egy ilyen építkezésnél is. És hát mi önerőből csináljuk, tehát ez teljesen a két kezünkkel is. Anyagilag is saját magunkra vagyunk
ráutalva, tehát elmondhatjuk, hogy ezt valójában mi csináljuk. Semmi másra nem vágytam tényleg az évek alatt, hanem arra, hogy legyen egy egyszerű, kedves házam, otthonom, nagy területtel, állataim, növényeim, barátaim meglátogassanak, jól érezzük magunkat itt. Az élet dolgait nagyon szeretem, tehát nem választom el, hogy én csak egyféle dologban élek és boldog vagyok, hanem nagyon szeretem a természetet, nagyon szeretem az állatokat, a kertészkedést, főzni imádok, tehát el vagyok itthon és dolgozgatok, tehát sok olyan dolgot csinálok azon kívül, ami egyszerűen a hétköznapi, de mégse hétköznapi, mert annál több. Tehát ezek a úgymond idézőjelben szürke hétköznapok sem szürke hétköznapok, mert annyira meg lehet itt szépíteni. Azon kevés emberek közé tartozol, akik nagyon megelégedettek az életükkel. Úgy tudnék fogalmazni, nem is az, hogy megelégedett vagyok, mert hibákat mindig találok magamban, tehát mind szakmailag, mind emberileg, tehát vannak problémák, amiket meg kell oldani. Inkább úgy fogalmaznék, hogy optimista vagyok, tehát alapvetően egy ilyen hívő típus, aki próbálja nehézségeket is áthidalni, mert az nem igaz, hogy az életemben nagyon sok nehézség volt, még több is, mint ami látszik rajtam, és mégis állítom, hogy egy olyan kedéllyel úgy látszik ezeket örököltem. Át lehet ezeket hidalni úgy, hogy az emberről ne rijjon le, hogy most új egy keserű ember, és állandóan siránkozik, hanem inkább az, hogy próbálom megoldani a problémákat, és ezeken túljutni, és ezt jó kedéllyel felfogni. Mindig ugyanúgy összetartozunk, és felfelé az a szárnyalás nyílt. Ugye maradunk ennyi év elég. Száz és ezer évét úszállal, lobogó száll, messze Gyeburmán, maradunk a Duna partján. Száz és ezer évét. A vakációzó nyaraláshoz természetesen ma már a fotózás is hozzátartozik, szinte mindenki fényképez, fotózik, de ezekhez se árt néhány praktikus tanács. Nem én fogom őket adni, hanem egy szakember. Íme. Előttünk a nyár, utazunk, nyaralunk, szeretnénk megörökíteni a élményeinket. Mit tanácsol utazás közben? Mit csináljunk a fényképezőgépünkkel? Hogyan vigyázunk rá, ha vízbe esik, a por száll bele, ha valami történik? A legjobb a bajt megelőzni, ezért tudom tanácsolni, hogy aki már vesz egy fényképezőgépet, az vegyen mellé egy tokot vagy egy táskát is, mert a legjobban ezzel tudjuk megvédeni a fényképezőgépet az ütődéstől, a portól, a piszoktól. Ha mégis menet közben vagy használat közben történik valami baj, akkor lehetőség szerint kerüljük a közvetlen durva beavatkozást. Ha a kamera párás lesz, várjuk meg, ameddig a pára elpárolog magától. Ha piszok, porszem kerül rá, akkor vagy tisztítószer segítségével, vagy ha nem áll rendelkezésünkre, akkor minden körülmények között nem bolyhosodó és abszolút tiszta textíliával próbáljuk meg óvatosan megtisztítani. A Rekord Áruházról szólunk a következő egy-két percben, de előtte elmondom önöknek, emlékeznek, a Rekord Áruház április végén nyitotta meg kapuit, és azóta várja önöket, de elmondom önöknek a nyitvatartási időt, mert az azért ugye fontos, hogy az ember mikor menjen oda, tehát hétköznap 7-től este 7-ig van nyitva, szombaton 7-től délután 4-ig, és most vasárnap is, ha kedvük tartja, elmehetnek oda, hiszen reggel 8-tól délután 1 óráig van nyitva a Rekord Áruház. A Rekord Áruház heti kedvezményes ajánlata. 10 kg kristálycukor 375 forintért, 50 kg csomagolásban 1775-ért. 4 féle savanyúság 100 forintért, a szobi szörpök pedig 30%-kal kaphatók olcsóbban. Tanácsok a korszerű táplálkozásról péntek délután és szombaton egész nap. Külön figyelmesség, hogy az Újpesti Városközpontból fél óránként ingyen buszok szállítják a vásárlókat, és az áruház várja a viszonteladókat is. We'll be right back.
tudom önök, hogy vannak vele, nekem egyik kedvencem a Turmixban a vasárnapi konyha. Valami olyan incsiklandóan főznek benne, hogy mindig alig várom utána a vasárnapi ebédet, ami köztudomáson mindenütt jó, vagy legalábbis igyekszik jó lenni. Na, van egy adósságunk a vasárnapi konyhával kapcsolatban. A múlt héten látott tunéziai receptek is megjelennek természetesen a képes újságban, ugyanúgy, mint minden vasárnapi konyha recept, és ezekben önök elolvashatják és kipróbálhatják, hogyan is lehet ezeket elkészíteni. Ma a vasárnapi konyha nem a végterméket fogja bemutatni, hanem azokat a csodálatos nyersanyagokat, amikből készülhet a vasárnapi ebéd. Elmegyünk tehát ma a piacra. Sok kedves ismerősöm szokta tőlem kérdezni, hogy mit főzzön. Én azt szoktam nekik mondani, ne ezt kérdezzétek, kérdezzétek azt, hogy miből főzzök. Kijöttünk a piacra, nézzünk körül együtt, most miből célszerű főzni valamit. Elsőként hadd mutassak be egy új salátaféleséget, a jégsalátát. Szép húsos, fodros levelei vannak. Tulajdonképpen ugyanúgy lehet használni, mint bármely fejes salátaféleséget. Föl lehet tépni a jól megmosott leveleket, és bármilyen saláta öntettel leöntve szintén húsételek mellé, de akár előételként is lehet adni. Veszünk egy cukkinit, ami most már szintén elfogadható áron megjelent a piacon. Szépen meghámozzuk, fölszeleteljük apró vékony szeletekre, kicsit megsózzuk, állni hagyjuk, és a cukkinit is hozzákeverhetjük a salátákhoz. Nagy örömünkre gazdag választékban jelent meg a piacon a spárgatök. A megtisztított magjától elválasztott tököt gyaluljuk le, egy pici vajon pároljuk meg, kicsi sót tegyünk rá, és a legvégén egy csöpp finomra vágott kaporral hintsük meg, és egy nagyon ízletes köretet kaptunk, amelyben nincs szénhidrát, nincs benne nehéz zsiradék, tehát rendkívül értékes, korszerű étekhez jutunk vele. Megjelent a piacon a spárga. A spárgarudakat vékonyan meghámozzuk, a fej részénél már nincs is szükség hámozásra. Egy kis sós vízbe megfőzzük, egy kis vajon petrezselyemmel megpároljuk, és kész is van az ízletes köret. Kedves háziasszonyok, nem sok idő van már ebédig. A most bemutatott zöldségfélékből azonban olyan könnyen és gyorsan lehet étket készíteni, hogy lehetőség van arra, hogy meglepjék családjukat valami finomsággal ma az ebédhez. Remélem sikerült tanácsot adnom, sok sikert kívánok az ételkészítéshez, és jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. Jó napot kívánok, ismét Tilly Tolly következik. Van valaki a vonalban? Halló! Halló! Kérem... Jó napot kívánok, kérem mutatkozzon be. Káli Endre vagyok. Honnan hívott minket? Az Ötszörödből, Budapestről. Budapestről, köszönöm szépen. A játék szabályait nyilván ismeri. Igen. Akkor a gép, amint az, így már össze is keverte, gondolom kezdhetjük is. Igen. Tessék. Aladár. Aladár. Béla. Cecil. Cecil, most. Cecil. Cecil ismét. Béla. Béla. Aladár. Elemér. Dezső. Aladár. Béla. Cecil. Ha nagyon jól halad. Ferenc. Így van, és 5300 forintot nyert. Gratulálok, de még ne tegye le, mert ezen kívül színházjegyet is nyert, amint már gondolom hallotta. A Milánói Piccolo Teatro vendégjátéka lesz Budapesten most június 17-18-19-én a Víg Színházban, és Pirandello, amilyennek te akarsz című darabját mutatják be. Jó szórakozást kívánok a színházhoz is, és gratulálok nagyon a nyereményhez. Köszönöm, kezdj sok. Köszönöm, hogy játszott velünk. Viszont hallásra. Szevasztok, újra Pop 20. Ne csodálkozzatok, a Maci láttán nem a kuckó mackót látjátok, ez az én kabala, szerencsehozó medvém. Most pedig következzék Zoltán Erika egy laza, könnyed, táncos klipje. Pop, pop. Az igazi pop, pop.
ujja. De legkésőbb még ma! Csak vágjon az eze és járjon a lába! Járjon a lába! Járjon a lába! Hogy ne koptassam a fámot hiába! A Loksi a csütörtöki nyilvános főpróbát is beleszámítva 4 estén át búcsúzott a közönségtől a Nyugati pályaudvaron. A koncerteket legalább 60 ezeren látták, de még így is nagyon sokan voltak, akik nem lehettek ott. Most pedig következzen egy felvétel, amit a helyszínen rögzítettek. Ennek segítségével azok is betekintést nyerhetnek a fantasztikus hangulatba, akik nem voltak ott. Pedig lágy, finom hangok és végtelen érzelmek a dalokban. Mindez Illés Melinda albumán, melyről kiválasztottunk egy számot, a Tékozló fiú címmel. Ezzel búcsúzunk, írjatok minél több levelet, mert nagyon szeretnénk ebben a jó kis műsorban végleg bent maradni, jól mondom? Nagyon jól, és nagyon szépen megköszönjük a figyelmeteket, reméljük, nagyon jól éreztétek magatokat. Ezzel el is búcsúzunk, reméljük a jövőben is találkozunk. Sziasztok! Ciao. Vissza a vakáció témájához. Ebben a műsorban szóltunk már, hogy bizony nagyon sok gyerek csellen nyáron, nem tudja hogyan tölteni. Mi most bemutatunk egy olyan példát, hogy nem is kell csellengeni. Ugye azon gondolkoztam közben, hogy is volt csak ez az én gyerekkoromban. Sokkal könnyebb volt csellengeni mondjuk az utcán, mert alig volt forgalom. Mi a Bakács téren golyóztunk, ha volt 5-6 golyónk, azzal el voltunk egész nap. De most mit csinálnak a gyerekek? Találtunk egy remek embert, én bátran merem mondani, hogy egy remek embert, aki felvállalta, hogy segít a srácoknak a vakációban.
Nagyon érdekes riport következik, figyelmükbe ajánlom. Elérkeztünk a tavaszi szezon utolsó mérkőzéséhez, ami hát egyik legnehezebb mérkőzésünk lesz, mivel az első helyezett látogat hozzánk. Itt nem föltétlen a győzelem, a fontos, hanem egy normális, megbecsült ellenfelek legyünk. Kérem szépen, várható az, hogy az elején kicsit odaszögeznek a kapuhoz bennünket, mert ugye mivel szomszéd, majdnem szomszéd ez a csapat, hát itt ilyen külön presztízs mérkőzés is ez a szomszédok között. Mióta edző? Hát több mint 20 éve. 20-23 éve jöhettem ide a Gammához, azaz ide hívtak, mert nem volt edző. Volt 8 serdülő labdarúgó, edző nélkül. Aztán a harmadik, negyedik fordulóra lettünk 11-en, az ötödik, hatodik fordulónál elértünk egy 0-0-t, és az csodálatos volt. És mindig serdülőkkel foglalkozott? Serdülőkkel, ifivel, egy éve felnőttel is, de az volt a legrosszabb. A felnőtt az más, a gyerek az sokkal jobb. És kik ezek a gyerekek, akik itt nőttek fel a maga kezel? Hát kérem szépen, egyrészt a környék gyerekei. Ez a lakótelep egy időben nagyon ontotta a gyerekeket. Most valahogy olyan lett a felnőtt generáció, hogy a kicsik a gyerekek, szóval futballra még. Tehát azok a gyerekek szülők lettek, akik annak idején ide jártak. Aztán járnak ide a 20. kerületből is, meg a 17. kerületből is, meg az Üllői útról is gyerekek. Magának híre van, hogy itt tulajdonképpen menedéket nyújt a gyerekeknek. Hogy? Hát menedéket? Lehet, hogy menedéknek nevezni, mert a mai viszonyok között én úgy érzem, hogy minden szülő örülhet, hogyha a gyereke egy olyan helyre jár, ahol egy jó közösség van nagyjából, lefoglaltjuk a gyereket a tanulást, mert ugye első feladat a tanulás, második munkája a sport. Itt a gyerek erősödik, egészséges életmódot vagy akaratereje nől, ügyesedik, szóval emberré válik. Ha nem ide jönnének, akkor vagy más hely sportolna egy része, vagy valami hasznos szórakozásra menne el egy másik része. De bizony egy része elmenne, oda csapódna olyan emberek közé, akik bizony a társadalomnak problémát okoznak, tehát tudom én, hát még olyanok közé is csapódhatnak, akik kocsit törnek, lopnak. Hát ugye attól függ, hogy hova orientálódik a gyerek, kikkel találkozik. Hogy telik egy hete? Heten? Hát hétfőn eljövök öregfiúk meccsre, kedden edzés, szerdán elintézem, ügyes vagyok dolgaimat, csütörtökön edzés, pénteken már meccsek vannak, nézegetem más meccseket. Szombaton nekünk van meccs, most ifit serdülőt viszek, két csapatot, délelőtt, ha van a serdülő meccs, kora délután van az ifi meccs, elviszi az egész napot. Mindig van valami cél, mindig új gyerekek, a régit meg nem lehet ott hagyni. Itt nincs olyan, hogy anyagi dolog, sőt, szóval itt dolgozni kell. Az olyan helyre azért, ahol csak dolgozni kell, és nincs mellette ilyen, tudom én minek nevezhetem, ilyen plusz dolog, kis anyagi dolog, oda nem igen tolakszanak az emberek. Elküldeni el lehet egy rossz gyereket például, de az igazi az, ha az ember megneveli, átformálja is, és egy igazi emberét tudja nevelni. Tudjuk, itt nálunk mindenki barátok, csapatra, barátokra talál. Azon kedves, szerencsés nézőknek, akik Görögországban fognak vakációzni, és nem szeretnének Szerbián keresztül menni, megmutatunk ismét egy menekülő utat, ilyen furcsán kifejezve. Mindenesetre ez sem egy leányálom, de hát lehet, hogy biztonságosabb. És amely most villog, az a kis kitérő, az Tornuszeverinnél jelenti azt az utat, amely aztán Kis-Jugoszlávián keresztül vezet egy olyan jó 50 kilométeres szakaszon, és innen lehet Bulgáriába eljutni, és hogy miért van ennek értelme? Nos, azért, mert a Vidinikomnál esetenként akár egy-két napot is várakozni kell, és ráadásul nagyon drága a viteldíj, a Ruszei híd pedig igen távol van. Itt láthatják aztán a román, bolgár és majd a görög benzinárakat. Ezzel itt én elmondom, hogy Görögországban igen kellemes az időjárás, a vízhőmérséklet az Égei-tenger partján már 20-22 fokos, de aztán evezzünk vissza hazai vizekre. Itthon Magyarországon a nyugati területeken, a Balatonnál, Fertőtavon most lesz megfelelően jó szél, úgyhogy a vitorlások, szörfözők szelhetik a hullámokat. Általában 30, néha 55 km/h,
5-ös, néha 7-es Beaufort fokozatú a szél, de a Velencei tavon már sokkal kisebb az északnyugati irányú, majd a keleti ország részben a Tiszatónál is nagyon-nagyon kevés, ott nem fognak tudni szörfözni. És nézzék meg gyorsan a vízhőmérsékleteket, hát ha van kedvük megmártózni még a felhős ég alatt is, hiszen meglehetősen sok felhő érkezik hozzánk, ebben csak átmeneti napos időszakok várhatók, ezért aztán, hogyha mégsem fürödni indulnának, hanem mondjuk kirándulni, akkor nagyon jól teszik, javaslom, vigyenek magukkal egy esőkabátot is, nehogy megázzanak az átmeneti futó záporok során, és lehet növényeket nézni, gyógynövényeket gyűjtögetni, na meg hát jól kiszellőztetni a tüdejüket, de kérem még egy jó fél órát maradjanak itt a képernyő előtt. A Joker az feltétlenül szerintem szerencsét hoz. Gyere, úgy várom már, hogy szólaljon a gong. Az üzlet 3 hónapja nyitott, március 5-én azóta üzemel itt a Váci utca sarkán a Kígyó utca 5 szám alatt. Rendkívül jó tapasztalataink vannak a fiatalok körében. Most egy új akcióval próbáljuk meghódítani vásárlóinkat, ez a Joker nap. Minden hónapban lesz egy olyan nap, amit Joker napnak hívunk, hogy melyik volt ez a nap, az a következő hónapban derül ki. Mindenki, aki ezen a napon vásárolt, az összes vásárolt áru ellenértékét visszakapja. Azt, hogy melyik volt ez a nap, az a sajtóban és a rádióban fogjuk közölni. Természetesen a blokkot meg kell őrizni. A névjegy következik, amellyel most a Fővárosi Operettszínházba látogatunk el, annak is a legsikeresebb előadásához, a jelenlegi legsikeresebbhez, az Őrült nők ketrecéhez. Kérem, ennek az előadásnak 3 főszereplője van, Haumann Péter, Németh Sándor és a tánckar. Ez egy nagyon furcsa tánckar, egy őrült tánckar, csupa nő, de ezek a nők nem igazán nők, ezek férfiak. Ezek közül 2 teszi le most a névjegyét a következő percekben, egy lett fiúlány és egy magyar. Íme. Hogy kerültél Magyarországra? Letteni Dáns vagyok. Úgy kerültem Budapestre, hogy jelentkeztem az Őrült nők ketrecének próbatáncára. Rögtön kaptam is egy kis szóló szerepet, mint Fédra. És beilleszkedtél-e már a budapesti életbe? Másfél éve élek Magyarországon. A kollégák nagyon rendesek velem. Így könnyen ment a beilleszkedés, ezért mindig nagy hálával gondolok rájuk. Leningrádban végeztem a balettiskolában, 2 diplomám van, táncos és koreográfus vagyok. Már koreográfáltam kisebb darabokat, és a jövőben is ezt szeretném folytatni. Ezek szerint akkor esetleg szándékodban már örökre itt maradni? Igen, nagyon jól érzem magam itt. Szeretnék végleg Magyarországon élni. Ez a másik ország lett ország után, ahol el tudom képzelni az életemet. Mert nagyon kedvesek az emberek. Az ország is nagyon szép, szóval a válaszom egyértelműen igen. Táncosként kezdtem a Rock Színházban annak idején, és akkori vezetők nagyon nagy örömömre megbíztak bennem, és rám bíztak akkor egy főszerepet, a Bernárdot, amit azóta is nagyon-nagyon szeretek, és imádom azt a szerepet. Ezzel indított egyfajta karrierutat. Rögtön utána felvettek a Színművészeti Főiskolára, musical szakra természetesen táncos képességeimből és mozgás adottságaimból kifolyólag. Azt elvégeztem, utána elmentem szabadúszónak. Természetesen a táncot, mint olyat egy életemet szeretném művelni, ha nem is mindig előadóként,
hanem koreográfusként. Te egyfajta táncos vállalkozó lettél? Szóval végül is van egy producer irodád. Hát talán annál tágabb egy kicsit. Ha azt mondanám, hogy kimondottan balett producer lettem, akkor azt hiszem, hogy nagyon kemény kaszt sértődne meg rám, ha a szakértelem hiányát emlegetve nálam, de konkrétan nem erről van szó. Arról van szó, hogy engem minden érdekel a színházi világban, akár producerként, akár alkotóként is, ami gyönyörű zenére van, érdekes téma, és kifejez valamit az embereknek. Tartogatsz valamit a Tarsolyban, ami hogy úgy mondjam, pestiesen szólva nagy durranás lesz? Hát egy párat igen, de hát ezek üzleti titkok. Térjünk egy picit át a Törült nők ketrecére. Július 6-án a 100. előadás lesz. Nap mint nap női szerepben játszani. Nem furcsa egy kicsit? Hát eleinte nagyon furcsa volt, rendkívül furcsa volt. Egész egyszerűen fizikai fájdalmakat okozott. Úgy, hogy az ember reggel fölkelt, és a csípő csontja hasogatott, a harány csontja hasogatott. Hát képzeld, hogy ilyen magas sarkú csizmába ugrálni, forogni, amit idáig férfiként műveltél, ugyanazokkal az energiákkal dolgozni, csak az 10-15 centivel magasabb, egyszerűen megtébolyodtunk eleinte tőle. Sikerül átlényegülni esténként, ez egy nagyon izgalmas feladat, hiszen úgy kell nőnek lenni, hogy közben a férfias érzelmeink hajszolnak bennünket. Én most már úgy becsülöm a nőket, de úgy becsülöm a nőket, hogy tetszeni akarnak nekünk, és gyönyörűbbnél gyönyörűbb cipőkbe veszélyeztetik az életüket nap mint nap a kedvünkért. Mi szeretnénk nagyon sokáig ilyen magas színvonalon művelni és csinálni, mert sikert látunk a darabban, élvezük csinálni, és nagyon szeretnénk, ha ez sokáig megjelne a lábán. A TV keresztrejtvény egy családi fejtörő. Ebben a játékban, a vasárnapi Turmixban önök nyerhetnek egy Mercedest, sok érdekességet, ötletet és ismeretet. Gyerekek és felnőttek, jelentkezzetek a játékra a TV keresztrejtvény újságban. Ez egy gyerekjáték, felnőtteknek is. Üdvözlöm a vasárnapi Turmix nézőit! Eltelt egy hónap, és ismét eljött hozzánk három csapat, három család, hogy megmérkőzzön a Hófehér álomautóért, a Merkó projekt ajándékáért. Be is mutatnám önöknek, az A csapat képviseletében a Balázs család. Kérem szépen, mondjon egy pár szót magukról. Balázs János vagyok, feleségem Csizmadia Izabella, házi szociális gondozónő, kisebb gyermekünk Viktória, nagyobb Zoltán, Viki most végezte az 5., Zoltán a 7. osztályt. Ennyit tudnék körülbelül. Köszönöm szépen. B csapat, Burcsik család. Mi is négyen vagyunk, Ózdról érkeztünk. Feleségem, ő jelenleg gyesen van kisebbik gyermekünkkel. Keresztfiunkat hoztuk magunkkal csapattaként, ő jelenleg éppen a nyári szünetet tölti, 7. osztályt végezte. Kisfiunk Tamás, és jó magam Burcsik István vagyok. Köszönöm szépen. C csapat, Molnár család, honnan jöttek hozzánk? Budapestről érkeztünk, édesanyámmal, aki varrónő, és öcsémmel, aki szakközépiskolai tanuló. Köszönöm szépen, mindannyiunknak nagyon fogok drukkolni, és kezdjük is el a játékot. Kérem szépen az A csapattól első. Szeretném kérni a vízszintes Cecil 1-et. Vízszintes Cecil 1-es. Káro 8-as. Így van, Káro 8-as. B csapat, Burcsik család. Vízszintes Aladár 13-as. Vízszintes Aladár 13-as. Szabó család. Szabó család, nagyon jó. C csapat, Molnár család. Függőleges Cecil 1-es. Kondzsuzsa, így van. Ez nagyon könnyű volt, lement az első kör. Szakítsuk is meg egy pillanatra a játékot egy rövid reklámmal, és utána folytatjuk. Szeretné ön a csípésmentes nyár éjszakát, nyugalmát? Így írtunk mi. Vape. Eddig csak a szobában, most már a szabadban is. Vape. Gyors, biztos hatású szúnyog és légyírtó. Ebben nem csalódhat.
És újra játék. Az alcsapat folytatja a játékot. Kérem szépen a függőleges Károly 3-at. Függőleges Károly 3-as. Erzsébet hív. Így van, Erzsébet hív. Következő, Burcsik család. Függőleges Mihály 8-as. Mihály 8-as. Itália. Igen. Köszönöm szépen. C csapat, Molnár család. Vízszintes Hugó 5-ös. Vízszintes Hugó 5-ös, ez egy 6-betűs megfejtés. Mit látunk a képen? 100-as. Így van, 100-as. Köszönöm szépen. Újra a Balázs család. Vízszintes Aladár 9-et kérem szépen. Vízszintes Aladár 9, ez egy 6-betűs szó. Mi az, amit látunk a képen? Egy villamos. És azon kívül még? Vagy azon belül? Vezető. Így van, vezető. Következő a Burcsik család. Függőleges Aladár 1-es. Igen, függőleges Aladár 1-es. 6-betűs megfejtés. Bújtor. Kiváló színészünk, így van. És a C csapat? Vízszintes Aladár 3-as. Vízszintes Aladár 3-as. Egy 5-betűs szó. Becézze ezt az állatot valami. Jónás. Így van, Jónás. És újra megszakítjuk a játékunkat, egy nagyon kedves vendég érkezett el hozzánk, lazításként. Üdvözlöm Katona Klárit. Mindenkinek szervusz. Szervusz. Légy szíves, mesélj nekünk egy picit magadról, mit tervezel a nyárra. Nem tudom, hogy mennyire megnyugtatóan hat azokra, akik itt játszanak és izgulnak valami nagy nyeremény reményében. Hogy én tulajdonképpen mit tervezek, én ebben a mai adásban nem lettem meglepetés vendég, mint hogy ez egyébként lenni szokott, hiszen a mai megfejtés, aki ugyanolyan szakmában dolgozik, mint én, az az énekesnő Kon Zsuzsa volt. Tehát én egyszerűen tényleg csak azért jöttem, hogy egy picit talán enyhítsünk ezen a feszültségen, ami a játékosokkal éppen most történik, mi nyilván nagyon izgulnak. Hát az én nyaram az milyen is lesz? Hát olyan lesz, mint általában az egész év, hogy van benne pihenés és van benne munka. Ősszel új nagy lemezem jelenik meg, úgyhogy nagyon sok mindenféle tennivaló van még addig, és egyébként természetesen jut majd idő a pihenésre, és mint ahogy nyáron mindenkinek. Az új nagy lemezhez klip készül? Egészen biztosan. Hoztál magaddal ajándékot is, egy meglévő videóklippet, aminek a címe? Az a cím, hogy Én szeretlek, és azt hiszem, hogyha a műsorban idáig elhangzottakat veszem alapul, akkor azt hiszem sikerült véletlenül pont nagyon jól választani, hiszen Endre Juditék többször beszéltek arról, hogy milyen nehéz a gyerekekkel törődni nyáron és egyáltalán évközben is, és talán ahhoz, hogy ez könnyebben menjen, egy dolgot biztosan meg kellene tanulnunk kimondani, azt, hogy én szeretlek akár a partnerüknek, akár egy gyermeknek, úgyhogy azt hiszem jó lesz most. Köszönöm szépen, és nézzük a klipet.
és képzelőd az álmok jóslatát. Te mindig arra vagy, mi fény évekre áll, de nem hiszel, hogy szerelmem szól. Én szeretlek. Kleg, de szoktál rejtvényt fejteni? Nem, soha. Az az igazság, hogy egész csodálattal figyelem itt, hogy hogy fog ez az egész kialakulni. Én nagyon kevés játékot szoktam játszani. És a szerencsejáték? Egyáltalán nem. Nem, soha? Nem. Valami kudarc kapcsán? Nem, egyáltalán nem, mert hogyha azt veszem, hogy nagyon sok fesztiválon szerepeltem, mondjuk életemben 13 fesztiválon indultam, és abból 12-t megnyertem, és hát végül is valahol az is egy játék, és az is összefügg a szerencsével is, nyilván hát más is kell hozzá, de valahogy ez úgy kimaradt az életemből, nem tudok kártyázni, aztán nem is nagyon ismerem a kártyát sem, és egyáltalán semmilyen játékot nem szoktam ilyesmit játszani. Hát akkor játszanak tovább a játékosok. Így van, én majd onnan kintről izgulok értük. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm. Szervusz. És folytassuk, azt hiszem, hogy az A csapat jön megint. Igen. Vízszintes Aladár 11-et szeretném. Vízszintes Aladár 11. Ez egy ötbetű szó. Csala Zsuzsa. Így van. Csala Zsuzsa. B csapat, Burcsik család. Vízszintes Ilona 3-as. Vízszintes Ilona 3-as, ötbetűs meghatározás. Gondoljon arra, hogy ez egy komplett dolog, amit egy kompozíció, amit itt látunk, mi lehet ez? Szett. Így van, szett. Így van. C csapat, Molnár család. Vízszintes Elemér 1-es. Kérem szépen még egyszer? Vízszintes Elemér 1-es. Vízszintes Elemér 1-es. Illetve Elemér 4-es. Igen. Így van, ez pontosabb, Elemér 4-es. Négy betűs megfejtés. Egy térképet látunk. Ezen belül kéne kihámozni, hogy mi mire gondoltunk. Zala megye lenne. Így van, Zala. 4 pont. Újra Balázs család. Vízszintes Ferenc 10-es. Négy betűs meghatározás. Azt hiszem, hogy helyet vesz. Így van. Olosza. Így van. Róma. 4 pontot jelent ez önöknek. Burcsik család. Vízszintes Elemér 6-os. Vízszintes. Mindenki a vízszintest kéri. Elemér 6-os. Négy betű. Egy pop énekesnő 60-as években. Énekeltő. Azt hiszem, itt passzolunk. Passz, akkor megmutatjuk mi. Joan Bezre gondoltunk. Ez sajnos 0 pont. És a C csapat, Molnár család. Vízszintes Ferenc 8-as. Vízszintes Ferenc 8-as. Négy betűs szó. Mi az, amit látunk a képen? Nem nagyon lehet ugyan rájönni, hogy mire gondoltunk, de... Tejtermék. Túró. Így van, túró. A csapat, Balázs család. István 11, vízszintes. Vízszintes István 11-es. Ötbetűs meghatározás. Azonnal érkezik a kép. Lehel. Igen, ez nagyon könnyű volt. B csapat, Burcsik család. Vízszintes Béla 7-es. Vízszintes Béla 7-es. Négy betűs szó. Következik. Azonnal látjuk a meghatározást, vagy a képet hozzá. Csók. Így van. Csók, nagyszerű, nagyon jó haladunk. Molnár család. Vízszintes Ilona 7-es. Vízszintes Ilona 7-es. Ismét egy négy betű szó következik. Szék. Szék, így van. Lassan végzünk a vízszintesekkel, most már függőlegest is kéne venni. Balázs család. Függőleges Géza 1. Így van, függőleges Géza 1. Egy négy betűs szót fogunk azonnal látni, hozzátartozó képet. Nyúl. Így van. Nyúl. Nagyon egyszerűek a
kérdéseink. B csapat, Burcsik család. Függőleges Géza 10-es. Függőleges Géza 10-es. Ismét egy négybetű szó. Órás. Így van. És a C csapat, Molnár család. Vízszintes Aladár 5-ös. Vízszintes Aladár 5-ös. Újra egy négybetű szó. Mi az, amit látunk a képen? Milyen? Mi történik? Osztás. Így van, oszt. Két pontot jelent ez önöknek, és most újra egy kis zene. Folytatjuk a játékot, az A csapat következik, a Balázs család. Vízszintes János 9-et kérnék szépen. Vízszintes János 9, egy négybetűs meghatározás, azonnal érkezik a kép is. Kent. Kent, így van, egy cigaretta márka. Burcsik család. Függőleges Hugo 8-as. Függőleges Hugo 8-as. Van ilyen? Rom. Rom, így van, három betűs. Következő a C csapat, Molnár család. Függőleges Máté 4-e, Máté 3-as. Függőleges Máté 3-as, három betűs szó. Tus. Tus, így van. Balázs család. Függőleges Aladár 9. Függőleges Aladár 9. Vác. Kép nélkül, így van, Vác. Nagyon megpörgettük. Következik a Burcsik család. Függőleges Ilona 10-es. Függőleges Ilona 10-es. Négy betű, amit meg kell önnek fejteni. Három már megvan. Milyen nézetből látjuk ezt a hegyet? Alul. Így van, alul nézetből. Molnár család, C csapat. Függőleges Elemér 1-es. Függőleges Elemér 1-es, négybetűs meghatározás, azonnal érkezik a kép is. Rész. Rész, így van. Újra Balázs család. Függőleges János 1. Függőleges János 1-es, hárombetűs. Liz Taylor. Így van, köszönöm szépen. Burcsik család. Függőleges László 1-es. Függőleges László 1-es, újra egy három betűs szó, kettő már megvan akt. Belőle. Igen, akt.
egy pontot érez önnek. És a Molnár család? Függőleges Béla 11-es. Függőleges Béla 11, újra egy hárombetűs meghatározás. Mindjárt látjuk a képet is. Sóz. Sóz, így van. Kettő már megvolt, úgyhogy egy pont. Balázs család? Dénes 11-es, függőleges. Függőleges, Dénes 11-es. Újra egy három pontot. Így van, láb. Csinos. Burcsik család? Függőleges Ferenc 4-es. Függőleges Ferenc 4-es, újra egy hárombetűs szó. Ez aha. Egy együttes, így van, az aha nevű együttes. Egy pont. Molnár család? Függőleges Géza 6-os. Függőleges Géza 6-os. Hárombetűs szó. Emu. Emu. Így van. És újra Balázs család. Én nem látok többet. Nincs több. Megfejtettük. Köszönöm szépen. Lássuk az értékelést. Kérném szépen vissza egy pillanatra. Igen. Az A csapat nyert 44 ponttal. Gratulálok önöknek. Köszönöm. Második a B csapat 36 ponttal és 35 ponttal, egy ponttal lemaradva a C csapat. Ülőrendi sorrendben nyertek. Gratulálok önöknek. És megkérném vendégeinket, akik különböző nyereményeket hoztak játékosainknak. Elsőként Zsiga Ágnest a Providencia képviseletében, ide legyenek kedvesek mellém állni. Zsiga Ágnes az életbiztosítási főosztály vezetőjétől kérdezném, hogy egy pár szóban mutassa be fő profilját a Providenciának. Milyen jelentősége van például a személybiztosításnak? Rendkívül fontos. Azt hiszem, arról senkinek nem kell magyarázni, hogy a lakását vagy az autóját biztosítsa be, de ennél sokkal fontosabb, hogy az emberek a saját életüket védjék olyan lehetőségekkel, amelyeket a Providencia személybiztosításaiban nyújt. Nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő időszakban a társadalombiztosítás reformja következtében csökkenni fognak azok a szolgáltatások, amelyeket eddig a szociális védőhálón keresztül az államtól kaptunk. Ezért nagy jelentősége van annak, hogy mindenki gondoskodjon a saját maga nyugdíjáról, a saját maga orvosi ellátásáról, és arra az esetre is gondoskodjon, hogyha baleset éri. Ezt mi úgy nevezzük a szakmában, hogy az öngondoskodás. Nagyon fontos, hogy mindenki megértse, hogy ennek egyre nagyobb a jelentősége. Köszönöm szépen, és hoztak ajándékokat is, két nagy lánya. Engedjék meg, hogy a második és a harmadik helyezetnek egy kis ajándékkal kedveskedjünk. Kapjuk, kérlek, légyen kedves. Mi az, amit kapnak a játékosok? Legyen kedves, mondja el egy pár szóban. Tulajdonképpen van benne karóra, asztali óra, kulcstartó, névi egy kártyatartó, mind az, ami a lakásban, ha önök előtt van, remélhetőleg eszükbe fog jutni róla a Providencia, és meg fognak bennünket keresni, hogy nálunk kössenek biztosítást. Csupa hasznos dolog, köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm, és második ajándékozó cégünk a Szerencsejáték RT, akinek a képviseletében keresztrejtvényünk kitalálója, Bajai Ernő adja át az ajándékait. Mielőtt átadnám az ajándékokat, most már elárulhatom, valószínűleg a műsor rendszeres nézői észrevették, hogy ismerős kérdéseket kaptak. A számítógéppel ugyanis egy technikai malőr történt, úgyhogy régebbi képek felhasználásával készült ez a rejtvény és a műsor is, úgyhogy annak volt szerencséje, aki már látta a korábbi műsorokat. És ha már a szerencsénél tartunk, akkor felhívom a kedves nézők figyelmét arra, hogy jövő héten kezdődik a Szerencsejáték részvénytársaság nagy nyári 6-7-es totójátéka, amelynek Intertotó 92 a jelmondata. Ezen a 6-7-es játékon azok vehetnek részt, akik összegyűjtenek 1000 forint értékű nyeretlen totószelvényt bármilyen fajtából, tehát lehet kollektív, 2, 4 vagy 6 hasábos. A 25-től a 30. hétig lehet összegyűjteni a nyeretlen totószelvényeket, tehát aki nem találta el a meccseket, örülhet, mert esetleg részt vehet a nagy
sorsoláson a játék végén, mégpedig a főnyeremény egy BMW kocsi, azon kívül 3 darab Ford autót és 4 darab Citroent sorsolnak ki, tehát ismétlen mindazok között, akik június 20-a és július 26-i játékhetek között összesen 1000 forint értékű totószelvényt összegyűjtenek, és beküldik a következő címre: Szerencse 1830 Budapest. A Szerencsejáték részvénytársaságnál kérik, hogy a pályázók a borítékra írják rá nevüket, pontos címüket, valamint a pályázat jelmondatát, amely Intertotó 92 és augusztus 1-e a pályázat beküldési határideje. Még annyit, hogy a sorsolás eredményét 3 újságban teszik közzé, a Népszabadságban, Nemzeti Sportban és a Sportfogadásban, a nyerteseket pedig külön levélben értesítik. Köszönjük szépen, de maradjunk a saját nyerteseinknél. Ha jól tudom, ön is hozott nekik ajándékot. Igen, mégpedig mivel az első helyezett még ringbe szállhat a Mercedesért, és ott a döntőben komolyabb díjakat kapnak a helyezettek is, ezért a második és harmadik helyezettnek 50-50 lottószelvényt adnék át, azzal, hogy próbálják meg a szerencséjüket. Köszönjük szépen. Szoktak lottózni? Rendszeresen játszunk évek óta. Hetente hány szelvénnyel? Tehát változó attól függ, hogy a csapat, milyen csapatban játszunk, mennyi pénz jön össze, de volt már olyan, hogy 1500 szelvény is. A most felhalmozott 21 millió forint az számít? Rengeteget számít. Tovább nem tudok menni a zsinór miatt, 50 lottószelvényt adok át önöknek is, és hát több szerencsét a lottózáshoz, mint a rejtvényfejtéshez most. Köszönjük szépen, gratulálok az első helyezetnek, és önöknek pedig azt tanácsolom, játszanak velünk jövő hónapban is a Családi Keresztrejtvényben. A viszontlátásra! Hölgyeim és uraim, ez a gyönyörű autó a családi vetélkedő fődíja, melyet a Merco projekt, az ország első Mercedes autó kölcsönzője és a Postabank RT ajánlottak fel. Ezért érdemes játszani. Így a műsor vége felé visszatérünk mai mottónkhoz. Gyerekek, vakáció, kirándulás. Kérem, 20 éves az ausztriai Safari Park és a születésnap alkalmából szerencsés magyar gyerekeket a Battonyai és a Kecskeméti SOS falu lakóit hívták meg egy kirándulásra. Íme. A vasárnapi Dulumix szerkesztőség egy kedves meghívásnak tette eleget. 70 gyermek útját kellett végigkísérnünk, akik a Kecskeméti, illetve a Battonyai SOS gyermekfaluból érkeztek az ausztriai Safari Parkba egy kedves kirándulásra. És nem más volt a házigazdájuk és utikalauzuk, mint Göncz Árpádné köztársasági elnökünk felesége, aki kiváló pót nagymamának is bizonyult, és jó idegenvezetőnek is. Június 8-án volt 20 éve annak, hogy Európa szívében megnyílt Ausztria első, és azóta is egyetlen safari parkja. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő különleges létesítményt Edwin Giesinger igazgató tulajdonos alapította, aki azóta is irányítja ezt az állami szubvenció nélküli teljesen magánvállalkozást. A Gänserdorfi Safari Park 680 ezer négyzetméteren várja látogatóit. A több mint 600 különböző szabadon élő állat között autóval vagy autóbusszal tesznek meg mintegy 6 kilométeres körutazást a vendégek. Egyébként a nyitás napjától az elmúlt szezon végéig 5.127.830 látogatója volt az ausztriai Safari Parknak, és tavaly augusztus 8-án értékes ajándékkal köszöntötték az 5.000.000. Látogatót, aki történetesen egy magyar család volt a Hajdú-Bihar megyei földeskösségből. Hoztam egy unokát is magammal, az, ahogy beléptünk a kapun, egyszerre olyan boldog lett, és akkorákat sikított és ugrándozott. Én gondolom, minden gyerek ennyire örül ennek. Minden gyerek álmodozik arról, hogy egyszer részt vegyen egy időutazáson. Nos, ez az álma valóra válhat, ha jelentkezik egy táborba, a Bánkitó partjára. Hogy milyen idő
utazáson vehet részt, például eljuthat ókori görög tájakra, aztán a honfoglalás idejébe is bepillanthat, a római birodalom idejébe, hogy kicsit visszalépjünk, aztán Mátyás királlyal találkozhat, Kolumbusz Kristóffal, a Rákóczi szabadságharc kurucaival. Ezt a tábort még három alkalommal rendezik meg, tehát június 21-28-a, június 28-a, július 5-e között, és július 5-e és 12-e között. És jelentkezni a Lágymányosi Közösségi Házban lehet, a tábor pedig a Bánkító partján, gyönyörű környezetben van. Nekem is van egy információm, ez műsorunkra, a vasárnapi Turmixra vonatkozik. Kérem, a Turmix is kimegy a szabadba, hiszen nyár van. Vasárnapi Turmix gála lesz a Budai Park színpadon július 5-én, amelynek az eső napja július 6-án van. Nagyszerű fellépő művészekkel, akiket már láthattak, ismerhetnek a vasárnapi Turmixból, hogy csak néhány nevet, Antal Imre, Endrei Judit, Kovács Kati, Manhattan együttes, Padödő, Vince Lilla, Zalatna is sarolta, Zoltán Erika, és még sorolhatnám. Jegyek, kérem, maga zavarba akar engem hozni. Jegyek már kaphatók az összes budapesti jegyirodában, és természetesen a Park színpadi jegypénztárában is. Ennyi volt az információ. És ezzel el is érkeztünk a mai vasárnapi Turmix végére. A nap hátralévő részét töltsék, töltse, nagyon kellemesen. Hasonló jókat kívánok. Viszontlátásra. Viszontlátásra.